A nyitrai csatát ábrázoló domborművet avatták fel az ünnepi szónokok. Ebben a csatában vesztette életét Eszed Tamás 1708-ban. Bíró Lajos szobrászművész 6 évig dolgozott a teljes sorozaton. Én már a képzőművészeti főiskolán is ide jártam, a gyönyörű tarpai kapukat, az oszlopokat, a parasztház oszlopait rajzolni. És aztán majd 2003-ban kaptam egy megbízást az akkori megyei közgyűléstől. Tudnélik, akkor volt a Rákóczi szabadságharc kitörésének a 300. évfordulója, és ezt méltóképpen szerették volna megünnepelni. Akkor készült az első munkám, a Rákóczi lovasszobor. Utána nagyon szoros lett tarpával a kapcsolat, több kisebb dombormű, például az 56-os emlékmű, amit a falon van, a sarkon, és hát 2005-ben a polgármester úrral és a Kuruc Hagyományőrző Egyesülettel ültünk le, és álmodtuk meg közösen ezt a falat, és úgy döntöttünk, hogy komoly értéket fogunk létrehozni, nem egy év alatt, ha kell 5-6-7 év alatt, de amit elképzeltünk, azt megcsináljuk. Tilki Attila a térség országgyűlési képviselője azt mondta, az ország erejét jelzi, hogy a közösségek képesek ilyen alkotásokat létrehozni és finanszírozni. A Moody's hitelminősítő intézet fölminősített bennünket, azt az országot, amit elvileg mi tönkretettünk, azt az országot, ahol tényleg a falvakat járva mindenki látja, akár a Magyar Falu programból felépített épületeket, akár az ilyen típusú művészeti alkotásokat. Kósa Lajos országgyűlési képviselő, az ünnepség főszónoka arról beszélt, hogy mennyire fontos tudni, hogy mi a valódi érték és mi nem az. Ezért tett fel kérdést az ünnepségen résztvevőknek. Maguk szerint 200 év múlva lesz Európai Unió? Ki mondja az, hogy lesz? Ennyit erről. Van egy, helyes. Legalább egy van, felvállalta a Szilveszter, ha jól látom. Helyes. Azért a teljes vagyonodat ne tedd rá. Következő kérdés, lesz-e Magyarország 200 év múlva? Lesz. Na, ott azért itt már sokan vannak, na de, és tarpa lesz-e 200 év múlva? Na hát az meg biztosan. Úgyhogy innentől kezdve eldőlt, hogy mi a fontos kérdés. És így kell viszonyulni az egész mainstreamhez, meg divathoz, tarpa az biztosan lesz. Magyarország is lesz, az Európai Unió lesz, vagy sem tudja a fene. De azért mi éljünk tarpán, dolgozunk tarpáért, éljünk Magyarországon, dolgozunk Magyarországért, abból nem lehet baj. Akkor biztos úton járunk. Ugyanolyan sikeresen, mint az eleink. Ha ezt megtesszük, akkor tarpa 200 év múlva Szécsi Szabolcs lovas szobrát fogja avatni a főtéren. Remélem így lesz. A Kárpátok között. Sasvári Sándor Jászai Mari díjas színművész is jelen volt az ennepségen. A Kuruc történelmi domborműfalon mostantól mindaz 5 alkotás látható, ezzel vált teljessé a 2015-ben tervezett sorozat.